Az elmúlt hétvégén a fővárosi Ikarus Sportcentrum adott otthont a Budapest bajnokságnak, amely egyben színteljesítő verseny is volt az ifjúsági, junior, U23-as és felnőtt atléták számára. A nyírsuli 33 versenyzővel képviseltette magát a viadalon, és közülük többen is kiemelkedő eredményt értek el. Kiemelném Hellebron Mártinak az 5 kilométeres gyaloglását, ahol saját egyéni csúcsát állította be, 100 másodpercre pontosan, és hát ez jó biztatás a közelgő Európa-bajnokságra, ahova már a jövő héttől Tatán készülnek föl, illetve meg kell említeni a fiatalok között, az ifjúságiak között a dobókat, akik diszkoszvetésben a fiúk az első három helyezést elhozták, és hát nem utolsó sorban Palásti Lucát és Olnő Dávidot, aki szintén szinteljesítéssel küzd, valamint Bakosi Pétert, aki 223 centit ugrott, és már csak 3 centi hiányzik ahhoz, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon is indulhasson. A hétvégén az észtországi Tallinnban rendezik meg a csapat Európa kupát, amelyen 4 sportoló és egy edző képviseli majd a nyíregyházi színeket. Tavaly 3-an vettek részt, és most 4 versenyző van, sőt a Szikszai Robi segítésére edzőjét Kerekes Lászlót is kiutaztatja a Magyar Atlétikai Szövetség. Bízom benne, hogy azok a versenyzők, Robin kívül még Ónodi Dávid, Palásti Luca és Bakosi Péter tisztességesen helytállnak és jó hírét viszik a nyírsulis atlétikának. És hát ennek a versenynek még van egy olyan tétje is, hogyha 400-as váltóban, ahol Ornodi Dávid fut, jó eredményt érnek el a magyar fiúk, akkor a felnőtt Európa-bajnokságon is ott lehetnek. A nyírsuli ifjúsági korú atlétái a hétvégén Zalaegerszegen állnak rajthoz az országos bajnokságon, egy héttel később pedig Debrecenben a junior és az U23-as OB-n gyarapíthatják idei sikereik számát a nyíregyházi fiatalok.